Köszöntöm a televízió nézőket, a Hírháttér mai vendége Nagy Ádám, a Credobus Moson Magyaróvár vezetőedzője. Köszöntelek újra, és nagyon örülök, hogy tudunk beszélgetni. Hát majdnem 10 éve, hogy így utoljára tudtunk. Igazak még a pálya széléről. 3 szezont eltöltöttél az MTE-ben, mint játékos, utána meg még sokat a szakmai stábban, és most pedig visszatértél a vezetőedzői székbe. Annak ellenére, aki nem ismer, mutassuk egy kicsit be a szakmai karrieredet. Nem tudom, mik a legfontosabbak, Győr, Olaszország, Puskás Akadémia, Mosonmagyaróvár, ezt rád bíznám gyorsan. És köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást. Én ugye ETO nevelés vagyok, én ott kezdtem el labdarúgást egészen 6 évesen, ott végigjárva a Szamárlétrát az első csapatig jutottam el. Közben volt egy kis kaland, Olaszországban a Lecce Primavera csapatá, bejátszhattam egy évet 18 évesen, és az első csapatban, NB1-ben nem sikerült szóhoz jutni, ezért kölcsönbe távoztam Veszprémbe, és utána érkeztem Mosonmagyaróvárra, ahol, ahogy mondtad, 3 szép évet töltöttem el. Igen, ez egy szép időszak, szép időszak volt, amikor sikerült ugye feljutni az NB2-be, és az edzősködéssel is itt kezdtem el foglalkozni. A C-licenszet a még Mosonmagyaróvári játékosként végeztem el. Aztán, ahogy teltek az idők, teltek a hónapok, évek, kezdtem egyre komolyabban foglalkozni az edzősködéssel, és jött egy lehetőség Felcsútról, ahol hát nem kevés időt, 7 évet töltöttem el, ahol igazából a B-licensz, A-licensz és a Pro-licensz vizsga is sikeresen zárult, és most visszatértem Mosonmagyaróvárra egy vezetőedzői feladat miatt. Sokat kell gondolkodnod azon, hogy elfogadd egy olyan csapat hívását, aki sereghajtó a másodosztályban? Igazából azt hiszem 30 perc volt, amikor az elnök úrral beszéltem, és eljutottunk addig, hogy igen, én ezt szeretném csinálni. Szerintem a maga kihívásnak a mértéke és az én ambícióim azok találkoztak egymással, független attól, hogy a csapat most éppen melyik pozícióban szerepel. Na és akkor ezek az ambíciók, amik benned vannak, ezek mennyire voltak paralell azzal a csapattól, akit láttál a január 3-ai első felkészülési napon itt Mosonmagyaróváron? Mennyit változott egyáltalán a közeg, hogy itt hogy tértél vissza? Az igazsághoz az hozzátartozik, hogy én ezt a csapatot nem január 3-án láttam először, hiszen az előző fél évben azért több mérkőzést sikerült megnéznem, de akik mondjuk 8-9 évvel ezelőtt itt voltak emberek, kollégák, azok még a mai napig is itt vannak, tehát az elnök úr, a Smatovics Gabi, a Boros Tamás jelenlegi kapusedzőm, illetve az utánpótlásban dolgozók nem ismeretlen emberek számomra. A játékosok nyilván azok kicserélődtek, a Deák István az, akivel csapattársként működtünk együtt annó, most pedig játékosom, de magát a lelkületét, a szellemiségét a klubnak azt nagyon jól ismerem, és az egy tapottat sem változott. Hoztál abból a megalkuvás nem tűrő játékstílusból, meg keménységből az öltözőbe, ami játékosként volt jellemző rád? Szeretném ezt az attitűdöt átadni a játékosok felé, ebből nem veszítettem, és meg szeretném azt, hogy igenis azok a játékosok, akik most önbizalomhiánnyal küzdenek, gátlásosak és segítségre szorulnak, azokat nem csak az én magatartásommal és abból a mentalitással tudjam segíteni, hanem abból a szakmaiságból, amit én magaménak vallok. Abba belegondoltál, hogy azért ez egy óriási lehetőség ilyen fiatalon, ilyen friss prolicenszel egy MB2-es kispadot kapni, viszont ha nem sikerül, akkor meg azért a karrieredet sem biztos, hogy úgy tudod elindítani, hogy most így ívelve építetted eddigi pályafutásodat. Én nem gondolom, hogy ha mondjuk egy sikertelen fél év lesz szó, akkor ez nekem bármiféle negatív hatással lesz a karrieremre. Fél évre jöttél? Nem. Mert én úgy jöttem ide, másképp nem is jöttem volna ide, hogy én ezt a bemaradást, ezt meg fogom tudni oldani. És éppen ezért nem csak fél évre tervezek, hanem szeretnék a következő szezonra is majd a csapat élén maradni, de
mondtam az elnök úrnak, hogy nincsen szó arról, meg nem is szeretnék sem a játékosokkal úgy kommunikálni, mi lesz, hogyha ebből kiesés van, mert ezt szeretnénk a mi szótárunkból kitörölni. Alapvetően sokat dolgozok számokkal, ugye makacs tények a számok, bizony. Van 10 pontunk, játszunk még 15 meccset, gyűjthetünk még 45-öt, kellene még a biztos bemaradás, ez egy 30-32, ami azt jelenti, hogy 10-11-12 meccset meg kell nyerni úgy, hogy hát 2 meccset nyertünk az első szezonban. Ezt úgy végig geometriáztad, meg logikáztad, hogy ez... Nyilván az a 30 pont egy kicsit túlzó, amit mondasz. 7 pontra van az első a bentmaradást. Jó, akkor hogy te hogyan kalkulálod, hogy hány pont kellene bemaradás? 20 pontnál több kell. 20 pontnál több. 20 pontnál több kell. És nyilván azért itt a körülöttünk elhelyezkedő csapatok eredménye is befolyásolhatják ezt pozitív, negatív irányba. De igen, egy nagyon jó tavasz kell nekünk ahhoz nyújtani, hogy ez sikerülhessen. Beszéljünk akkor a csapatról, hogyan álltatok neki a munkának. Ugye mondtad, hogy elmetni a fitness irányba is, hogy az erőnlétet fejleszteni, de hogy inkább azt a féle szemletet, taktikát, amit te szeretnél játszatni, azt próbálod a csapattal megértetni. Hogy álltok ebben a folyamatban? Az első 3 nap tapasztalata az nem csak az, hogy a fizikális dolgokon javítani kell, de én úgy vélekedek, hogy a maga a taktika, a kondicionális fejlesztés kéz a kézben tud járni, és ezt így fogom, így szeretném megvalósítani a jövőben is. De igen, a legfontosabb szerintem most az lenne, hogy egy olyan játékfelfogást adaptálni és átadni a játékosok irányába, ami én úgy vélekedek, hogy sikeres lehet ebben az NB2-es mezőnyben is. És nem elvetve annak a lehetőségét, hogy a csapat fizikálisan is lépjen előre. Nekem van egy olyan módszerem, amit én alkalmaztam korábban is, annak nagyon pozitív előjelei voltak, függetlenül attól, hogy utánpótlás játékosról volt szó, vagy éppen a felnőtt labdarúgásba integrálódó csapatról volt szó. Itt egy dolgon van a hangsúly, hogy a játékosok megtalálják a közös hangot a stábbal, elfogadják, tudják azt, hogy mi miért történik, legyen szó akár csapatjáték edzésről, vagy éppen egy olyan edzésmódszer, amivel a futballkondíciót próbáljuk javítani. Ha ez a közös hangsúly megvan, párosul egy nagyon pozitív kohézióval, akkor én azt gondolom, hogy ebben az NB2-es mezőnyben standard, stabil teljesítménnyel ki lehet lábalni ebből a nagyon mély gödörből. Említetted a stábot, jött egy szakmai csapat veled. Miért őket választottad? Ugye nyilván ez nagyon fontos, hogy edzőnk kikkel dolgozik együtt, de kicsit betekinthetünk-e a hátterébe? Hogy persze. Az első és legfontosabb lépés, amikor idejöttem, és ez az elnök úr minden eszközt biztosított, minden lehetőséget biztosított, hogy egy olyan szakmai stábbal tudjak dolgozni, akikben mind emberileg, mind szakmailag megbízom. A Boros Tamás kapusedző kérdése, ez nem volt igen. kérdés. Ő már szinte helyi erőnek mondható itt Mosonmagyaróváron. Ő vele nem csak szakmai, hanem baráti viszonyban vagyunk már több mint 10 éve. Illetve Veres Balázs és Nagy Szilárd személyében 2 olyan agilis és törtető szakember segíti a munkámat, akik, ahogy mondtam, az ő szakmaiságban nem kérdezhető meg, illetve ismerik az én felfogásomat a labdarúgásról, és ők is mindenben törekszenek segíteni, hogy a mi közös céljainkat el tudjuk érni. Állandó kérdés is foglalkoztatja szurkolókat, hogy lesznek-e érkező játékosok, kiket tud igazolni a klub. Mert ugye ez hozzátartozik meg ez a történet, hogy meghatározó játékosok távoznak, vagy távoztak itt a téli felkészülés előtt is. Szóval hogy lehet erről már tudni valamit, hogy hogyan alakul át a keret? Nekem van több játékos a nevemben, túl sok nincsen, akiket én szeretnék ebbe a csapatba hozni, akik minőségben is tudnak javítani és hozzátenni a csapat sikerességéhez. Nyilván lesznek érkező játékosok. A téli átigazolási időszakban azért sokkal nehezebb ezeket az átigazolásokat, kölcsönadásokat megvalósítani, mint egy nyári felkészülési időszak előtt, de folyamatosan kontaktban vagyunk a vezetőséggel, a fókuszban lévő játékosokkal, akiket szeretnénk idehozni.
pozitív mindegyik oldalról a visszacsatolás, úgyhogy ha nem is most a következő héten, de a felkészülés alatt fognak a játékosok, meghatározó játékosok csatlakozni, akikkel lehet minőségi labdarúgást alkotni. Gondolom, akkor neveket nem tudok kihúzni belőle most. Nem. Akkor az, hogy milyen pozícióra, hát gondolom a csatáshoz mindenképpen meg kellene erősíteni, így hogy gyakorlatilag kiesett az összes hazai gólunk a fiúk távozásával. Hát, ha diplomatikus akarok lenni, akkor minden csapatrész megerősítése szorul, és ennek érdekében mindent elkövetünk. Hogy élik meg a játékosok az első edzéseket? Hát gondolom azért a hangulaton kellett így elsősorban, vagy kell csiszolnod, tehát hogy legyen egy, tényleg mondtad, egy kohézió a csapaton belül is? Igen, az első nap tapasztalata, az mondhatom az, hogy egy picit lehangoló volt, de 3-4 nap elég volt ahhoz, hogy mind a hangulatban, mind a végrehajtásokban elérjünk egy minimális előrelépést, úgyhogy ebből a szempontból nagyon bizakodó vagyok, úgyhogy én azt úgy vélekedek, hogy a csapat nyitott lesz arra a szellemiségre, és arra a személyiségre, ami én vagyok. 4 felkészülési mérkőzést terveztetek erre egy hónapra, amíg kezdődik majd a bajnokság. Ezt már te állítottad össze, illetve hát, hogy megfelelnek. Érzed az ellenfeleket. Ugye 2 szlovákiai csapat, hogyha jól emlékszem, igen. És akkor az Etónak az egyik utánpótlás csapata, és a igen. Budafok, ugye? Igen. Ebből 2 mérkőzés volt készen, miután én aláírtam a szerződést, de 2 csapatot azt még... Ugye ez a 2 hét nem volt elég arra, hiszen ezeket korábban leszokták kötni ezeket az edzőmeccseket, úgyhogy... De sikerült 2 olyan ellenfelet találni, az Érsekújvár és az Eto 2 személyében, akik beleilleszkednek majd a felkészülési programunkba. Arról a felfogásról lehet tudni valamit, hogy mi az a foci, amit majd szeretnél látni a te filozófiád szerint? Nyilván az MB2-es sajátosságot, ami tele van átmenettel támadásból védekezésbe, védekezésből támadásba, ezt nem szabad elengednünk, mert az MB2-es bajnokság nem egy szép bajnokság, tehát itt nagyon nagy hangsúly van ezeken a játékfázisokon, de amivel szerintem lehet előre lépni, és újat lehet adni a játékosoknak, és újat lehet hozni ebben a mezőnbe, az az, ha nincsen lehetőség azonnal támadásba lendülni egy labdaszerzés után, akkor azt egy kezdeményező labdarúgást vinni ki a pályára, ahol a játék, a mérkőzés nagy részében tudunk törekedni arra, hogy a labda nálunk legyen, a szélességi játékra nagy hangsúlyt fogunk fektetni, a védelmi vonalak áttörésére. Ez korábban a Puskás Akadémia másik csapatánál ez nagyon fontos eszközök voltak, hiszen most is fogunk magunkat szembetállni olyan csapatokkal, akik stabil védekezésből fognak kiindulni. Mi ezt szeretnénk a lehető leghatékonyabban felbontani, legyen szó 5 vagy 4 védős rendszerről, de nyilván az, hogy ez a csapat azért én szerintem az én matekom szerint sok gólt kapott. A labdaszerzésnek a rendbetétele, a védekezés rendbetétele szintén egy nagyon fontos fázisa lesz a mi oktatásunknak, módszertanunknak. Úgyhogy minden egyes játékfázisban ez a csapat igényli is, és kell is, hogy lépjen előre. Február 4 ugye az első meccs Kazincbarcikán idegenben. És nagyon kellene nyerni, hogy jó, úgy beinduljon az év. Gondoltok már arra a meccsre? Mivel lehet ott diadalmaskodni? Igen, hát énkor lehet az előző mérkőzésekből is kiindulni, akár az őszi szezon első mérkőzésével, amikor a csapat 300-szert rontott el, és még 0-0-nál, és végül nem, mert a csapat lett a győztes. Ez mentalitás kérdése, nem csupán mentalitás, de az, hogy azok a helyzetek most bemenjenek, ahhoz nagyon következetes, őszinte és kemény munkára van szükség. Család, hogy élte meg a változást? Idét költöztök Mosonmagyaróvárra, vagy csak... Nem lesz költözés Mosonmagyaróvárra, ingázás lesz, de az szerintem mindenki nagyon pozitívum, hogy nem felcsút, vagy nem az ország másik fele, vagy éppen országhatáron kell munkát vállalni.
Hát én előre megköszönöm, hogy visszatértél. Azt gondolom, aki ismert téged, ismeri a habitusodat, és hogyha ebből bármi is visszaköszön majd a csapatjátékon, akkor az mindenféleképpen az előnyeire válik majd a Credobusz Moson Magyaróvárnak, és azt is kívánom, hogy a küldetés sikert, tehát hogy a küldetés is nagyon nagy siker legyen, ne Mission Impossible, úgy, hogy beszélgettem. Úgyhogy legyen mindenki egy ilyen, akár egy hős a bajnokság végére. Ehhez kívánok sok sikert, jó egészséget, és hát remélem találkozunk még itt a szezon alatt többször is egy-egy kisebb értékelés erejéig. Nagy Ádám, a Credobusz Moson Magyaróvár karácsonyot kinevezett új vezetőedzője volt a mai vendégünk. Kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket. Keressenek bennünket social media felületeinken, viszontlátásra, viszonthallásra.